Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó. Az elmúlt egy évben megpróbáltunk utána járni annak, hogy miért és hogyan jó élni. A műsort egy időre szüneteltetjük. Ősszel már egy másik formátummal jelentkezünk. De a nyári szünet előtt még jöjjön Nagy Bandó András, karinti gyűrűs humorista, előadó művész, író. A 82-es Humorfesztiválon tűnt fel. Hosszú évekig a műfaj egyik meghatározó személyiségeként figyelhettük őt. Termékeny, sikeres író, aki a rendszerváltás éveiben vidékre költözött, azóta sem tétlenkedik, lankadatlan energiával alkot. Ő következik. Az egyik könyved, egyik kezdő gondolata, hogyha létezik az a bizonyos 3 perc, ami lefut előttünk, amikor véget ér az életünk, akkor téged foglalkoztat, ebben a gondolatban legalábbis én erre jutottam, hogy mi kerül ebbe a 3 percbe, ha van ez a 3 perc. Szerinted az mi múlik, hogy mi az a 3 perc? Én egyébként úgy éltem meg az egész életet, hogy az én pályám nem a 82-es Humorfesztivál győzelemmel kezdődött, hanem azzal, hogy megszült az anyukám. Pályára tett engem, elindított az élet útján valamerre. Ezt egyszer úgy fogalmaztam meg, hogy letett egy nagy kockakövet, egy kváderkövet, ezzel megalapozta azt, amit én építek, mellé teszek, fölfelé, oldalra terebélyesedek, és a legvégén az utolsó kockát a halál teszi oda, amiről én már nem tudok, de az kerül a csúcsra. Egyfajta piramisszerű építmény ez. A másik, hogy mindaz, ami történt velünk közben, az meg körülbelül olyan, mint hogyha elképzelünk egy tájfutót, aki elé odapakolnak ugye különféle helyeket, amit érintenie kell, miközben a célig arra szól, fut, és azt mindig érintenie kell, és lehet, hogy aláírása, nem emlékszem, hogy hogy megy, de a lényeg, hogy ezt a pályát végig kell futni, és aztán oda juthatsz a célba. Többféle kifejezése is lehet ennek, és ezek a pálya, az életút különféle állomásai, amelyek a legfontosabbak voltak számunkra, lehet, hogy más nem is észlelte, de a mi észlelésünk az azért tágabb ennél. És ha itt megengedsz egy mondatot, ez azóta, hogy meghívtál, én azóta gondolkodom rajta, hogy ugyanúgy, mint a hideget se tudnánk, hogy milyen, ha nem tudnánk, milyen a meleg. A mélyről se tudnánk milyen, ha nem tudnánk milyen a magas. Az Élni jó című műsorod is azért érdekes, mert nem azt a kérdést teszed föl, hogy halni rossz, pedig abból indul el minden, hogy élni jó. Azért jó élni, mert tudjuk, honnan tudjuk. Ugye válasz nincs, csak az összfélelmünk, még a vallásosság, a hit is ebből rakódik össze, hogy az a föltételezésünk, és mivel láttunk már holtakat, tudjuk, hogy halni rossz. Mi az elképzelésed neked arról, hogy milyen lehet, amikor úgy véget ér mindez? Gondolsz erre? Szerintem a könyvédben gyakran köszön vissza. Mára igazságát nehéz fölülmúlni, jelesül azt, hogy nem a halál a probléma, hanem a meghalás. Az a pillanat, amikor átéled azt, hogy mostantól ugyanaz a milliárd évnyi csönd, titok, semmi tudás fog következni, ami a megszületésem előtt volt. Az életnek, az Élni jó műsorodnak is ez a csodája, én mindet láttam, hogy arról beszélünk, hogy megismertük azt, hogy van élet. Tehát, hogy megadták nekünk, megadta az anyukánk és az apánk közreműködésével megkaptuk azt a lehetőséget, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor él az ember, amikor részesül azokban az örömökben, amelyek csak abból adódhatnak, hogy mi megszülettünk, és ezt a lehetőséget megkaptuk, hogy x évet végig éljünk. Mindannyian kapaszkodunk azért, hogy ez minél hosszabb legyen, nem tudván azt, hogy az utolsó 20-30 évnek mennyi görcse lehet, mennyi döcögése lehet, mennyi bajunk lehet, mi minden torlódik össze arra az utolsó 30 vagy 20 évre, 20 évre. Neked volt egy kisregény ötleted, az volt a cím, hogy Boríték. Igen. Ennek az a lényege, hogy mindenki kap egy borítékot, ebben a borítékban ott van a halála időpontja. A
kérdés az az, hogy meg akarjuk-e tudni, hogy mi van abban a borítékban, ha lenne ilyenre lehetőségünk. Igen. A másik, hogy az mit változtatna a mi életünkön? Pörgőbben élnénk? Örömszerzőbben élnénk? Nyugodtabban, nyugtalanabbul élnénk? Egyéniség kérdése valószínű. Ez a boríték, ez tényleg lehet, hogy még megírható, vagy egyszer megírom, hiszen ugye két lehetősége van mindenkinek, mikor megkapja a születések a borítékot. Fölbontom, vagy nem bontom föl. Kíváncsi vagyok-e arra, hogy mikor következik be a vég. Mert milyen tragikus az, hogy valaki 20 éves korában azt mondja, fölbontom, és akkor derül ki, hogy már csak 2 éve van hátra, X okból kifolyólag. Vagy mekkora örömöt jelenthet az, ha azt mondják, hogy 100 évig fogsz élni, 100 év múlva halsz meg. Na most ezt a biztonságot ki se lehet élni, igazából, mert mi honnan tudjuk azt, hogy közben nem történik valami. Úgyhogy én valószínű, hogy zárva hagynám a borítékot, mint hogy eleve zárt borítékokat kapunk. Ezt annyiból is bizton állítom, mert nem jó szembesülni. Ugye csak induljunk ki a 13 aradi vértanúból, akik ott ültek és várták a kivégzésük percét. Ezt a percet tudni, hogy engem visznek és kivégeznek, ezt akkor átélni olyan embereknek, akik kvázi hősök, szeretetre méltó csodás emberek, nem, bárki másnak se könnyű. A másik ugyanez, mondjuk vegyük Nagy Imrét, akit elítéltek, és tudta, hogy viszik, és akasztófán fogja végezni az életét. Ugyanez a Toszkána, sosem volt Toszkána regényem főhősénél, amikor a professzor közdi halász boldoggal, hogy 2-3 hónapod van hátra. A 2-3 már az is ilyen kétesélyes dolog, hiszen a 3 az már valamit ér, miközben nem, de épp a múltkor hallgattam a rákkutatót, lehet, hogy a vendéged is volt, ha jól emlékszem, Tímár, igen, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen, bár a rák a legőrültebb, legveszélyesebb, idézőjelben betegség, inkább kór, ami érhet bennünket, de egy idézőjelben megint csak előnye van, jelesül az, hogy aki megtudja, hogy rákos, annak marad ideje intézkedni. Az, aki ezt a döntést meghozza, az úgy hozza meg, hogy most már szembe kell nézni vele, és nem tehetek mást. De még az intézkedést is magamra vállalom, ez meg egy kemény férfiúi tulajdonság. Te volt, hogy valakitől így képes voltál elbúcsúzni, tudva a biztos véget? Igen, épp a bátyámtól, Ernőtől 2001-ben, akinek ugyanígy, én a Toszkánát az ő emlékére írtam, és ő, amikor az orvosa megmondta, hogy 2-3 hónapod van hátra, és láttam, hogy az Ernő bízik abban, hogy ez megváltoztatható, rövidíthető, vagy talán nem is igaz, hát ha csoda, stb. És utolsó 2 hete volt, még 2 hete volt hátra, amikor hétvégére egyszer csak így egy picit ilyen jobban lett, és akkor hazaengedték, ott voltunk így családostul, a lányok a konyhában suttogva beszélgetve sírtak, mi megültünk a nappaliba. És akkor azt mondtam az Ernőnek, hogy Ernő, tudjuk, hogy meg fogsz halni, megmondta az orvos, de itt a lehetőségünk, hogy öleljük meg egymást, és úgy búcsúzzunk el, hogy nem áltattuk, nem becsaptuk egymást. Most is borsózom bele, olyan pillanat volt, és amikor a könyvemet elvittem polccal ennek, és dedikálva átadtam, és ezt elmeséltem, akkor azt kérdezte, és András, ezt meg tudta tenni? Mondtam meg, azt mondom, gratulálok, kevesen képesek rá. Megható pillanat volt az is. Te miért tudtad megtenni? Azért, mert egyszeri pillanat volt. Azt tudtam, ha 2-3 hónapból indulunk ki, hogy az Ernőnek valóban már csak 1-2 hete lehet hátra. Az is egy tragikus pillanat, amikor az Ági, az özvegye, sógornőm tudta, hogy abba a bizonyos korterembe, ha áttolják a rákos beteget, onnan már élve nem jön ki. És amikor az Ernőt tolták át, akkor megkérdezte az orvostól, de hát miért tolják át? És akkor mondta az orvos, hát Ági, bocsásson meg,
hát ő lesz a következő, akit kitolunk onnan. Itt is kellett az őszinteség. Említetted azt, hogy a születésünk azért anyánknak és apánknak köszönhető. Neked az apukáddal nem volt feltétlen harmonikus a viszonyod, ugye? Ő elhagyta a te anyukádat. Elváltak, akkor én 5. éves voltam, így ha jól emlékszem, tehát egészen kicsi még. Nem úgy éltem meg valószínű, mert akik még kisebbek, azok lehet, hogy nem is emlékeznek ezekre a szituációkra. Én meg még akkora voltam csupán, hogy nem maradtak élő emlékeim, csak annyi, hogy egyszer láttam apámat elbiciklizni a főúton a házunk előtt, és mikor mondtam anyukámnak, akkor mondta, hogy hát ilyen az apád, és ebben letudtuk. Te neked előtte volt eleven emléked róla? Nem. Éles kontúrral, érdemben. Te akkor láttad először az apukád, amikor elbiciklizett a ház előtt? Már úgy, hogy előtte is láttam, tehát maradt ennyi emlékem, csak úgy véltem felfedezni, hogy az az apám volt, és biztos ő volt, mert falu végén laktak pósáék, és azoknál húzódott meg, miután elváltak. Nem véletlen, hogy nem bírták egymást, mind a ketten skorpiók voltak, és ráadásul engem is skorpiónak szültek, vagy hoztak össze. Mi következik abból, hogyha valaki skorpió? Egy kicsit erőteljesebb, makacsabb, talán akaratosabb, véghez akarja vinni mindazt, amit elképzelt, amúgy pedig logikusan gondolkodva, igazságpárti, mindig meg akarja védeni az igazságtalanságok ellen azokat, akik közelébe vannak. Ezeket tapasztalom magamon, és ezt már mások is mondták, akik ebben járatosak, fejtegetik a különféle csillagjegyekben születettek életét. Te később se tudtad rendezni mindezt, legalábbis úgy elfogadható szintén? De rendeztem, mert érettségi öltönyömet már, a balagási öltönyömet apám vette meg, később találkoztunk vele már, de ő tipikusan olyan volt, ami jellemző azokra, nem csak tápai, de paraszt származású emberekre, akik a földben látnak minden jövőt, amit teljesen természetes abba légkörbe születtek bele, és a föld miatt még a család se olyannak számít, mint amilyen mondjuk egy másfajta családban. A család azért született, hogy együtt dolgozzunk a földeken, mindenki csinálja a dolgát, tartsd be a szabályait, a földnek is, meg a családnak is. Pont, körülbelül ez. De apám rendkívül ambíciózus, nagyon keményen dolgozó ember volt. Amikor meghívott magához a kórházba, mert bekerült, akkor nem azt írta, hogy én még szeretnélek látni a halálom előtt, hanem azt írta, ha még látni akarsz a halálom előtt, akkor gyere. Mennyire más, ugye, azt írni, hogy én akarlak még téged látni, mint az, hogyha látni akarsz, gyere. Ez körülbelül a apám jellemzője is volt, de megszökött a kórházból és elment, mert kinn a töltésen hagyta a kasszáját, honnan hozta el a mentő, és folytatni kellett, mert a meló az első. Én másképp viszonyulok a családhoz, bennem én nyitott vagyok a szeretetre, az együttlétre, sőt, mondhatom azt, még a meghalást is azért késleltetem, nem csak magam miatt, mert nem szeretek meghalni, hanem azért, mert minél távolabb akarom tolni egyrészt azt, hogy ők gyászoljanak, másrészt minél hosszabban szeretnék élni, hogy mellettük lehessek, hogy még segíthessek, hogy még a szavaimmal olyasmiket adhassak át, amelyeket így 76. évemre már megtapasztaltam. Te ma ugyanúgy szeretsz élni, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt? Még jobban. Ez bennem folyamatosan és fokozatosan följebb és följebb van srófolva. Amikor 86-ban a legnagyobb sikerű évem volt, akkor azt mondtam egy műsor után Áginak, aki az Ori műsoromat szervezte, hogyha én most meghalnék, akkor is én már annyi boldogságot éltem át, annyi ember szeretett, akkor a sportcsarnokok megteltek rám. Erkel Színházban dupla előadásom volt 3-3 ezer emberrel, lépcsőn is ültek. Tehát egy ilyen fölfokozott hangulat volt, és én ezt nem úgy éltem meg csupán,
hogy milyen jó érzés sikeresnek lenni, hanem úgy, hogy teli tömtek boldogsággal, ki vagyok tömve örömökkel, és ha most történne a legrosszabb, akkor se, és nem is tudnám, de akkor se mondhatnám azt, hogy ez egy hiányosságokkal teli élet volt, hiszen sok, azóta persze még hatványozódott, és mostanra azért mondom, hogy még boldogabban élek, mert ami mostanában történik, hogy úgy vagyok nyugdíjas korú, hogy mindazt, amit annak idején elképzeltem, miközben nagy hajtásban voltam, föllépések, írás, előadások, stb., nem volt mindenre időm. Most reggel olvasok, este olvasok, napközben festek, tehát úgy töltöm ki az időmet, ahogy az előző életemre támaszkodva kitölthetem épelmével, még látó szemmel, tehát ez a lehetőség, hogy nem egy összeesett idős pali vagyok, hanem teli még most is tervekkel. Ez hát, döntés kérdése, vagy inkább készség? Adottság kérdése adottság? Szerintem, igen. El tudok érzékenyülni, ez beleborzongok, ha kell, kitör belőlem a sírás, azt se szégyeltem soha. De ez mindig így volt, hogy ez a kor előre alattában? Mindig így van, nem a korom múlik. Hát mondok egy példát, mikor a Schindler listáját megnéztük Szegeden, mindig Szegedet mondok, Pécs helyett, Pécset az Apollo moziba, egy ilyen boxban ültünk, ilyen nagy családdal minden, és a közönség jött előről hátra, mi ott ültünk hátul, és úgy vett körül a család, hogy eltakarják, ne lássák, hogy én zokogok, de értsd úgy, hogy az utolsó, a film utolsó része, amikor meg kiszínesedik a kép, és ott látom a megmaradt embereket, akik holokausztot túléve viszik a kavicsot. Leszármazottak, igen. Igen. Jobbára leszármazottak már sajnos, igen. Viszik a kavicsot a Schindler sírja köré lepakolva. Én ezt úgy éltem át, hogy én ott döglök meg rögtön, tehát bőgtem, hullott a könnyem, de nem sírás, hanem így rázkodtam, úgy zokogtam. És én ezt nem szégyellem. Az, aki vállalja azt, hogy tud nevettetni, az vállalja azt is, hogy sírni is tud, lásd a Hét Krajcárt, a legcsodálatosabb írások egyikét, amikor a koldus adja oda az utolsó Krajcárt, és az anya kacagva sír, majdnem, hogy sír, és kibudjan a vér is a szájából. Tehát ez a kettősség jellemezte egyébként is a pályámat, de az érzelmek terén is ugyanilyen vagyok. És mindig is szerettél élni? Mindig, bár gondolkodtam rajta, hogy elhozzam, de elhoztam neked valamit, ide tettem papíron, ezt még hozzáteszem, hogy vajon mikor mondhatjuk ki azt, hogy szeretünk élni. Alapban attól kezdve, hogy megszülettünk, nem lehet nem szeretni, mert élsz. Tehát, hogy itt a lehetőséged, ahogy már beszéltem is róla. Tehát ez egy emberi, illetve élőlényi adottság, hogy szeretünk élni. Most néztem éppen az udvarunkban, udvar egy kis kert, van egy lila ákácbokrunk, és mennek a kacsok, most is kapaszkodnának mellé, ide-oda, amoda, a növény is nyújtogatja a karjait, hogy valahol megkapaszkodjon. Ha ezt figyelem, ezt nézem, az is arra utal, amit én is teszek. Szeretném, ha szeretnének, és lennék valaki, ő is nyúlkál és kapaszkodik. Nemrég kezembe kaptam Márai Sándor a Szegények iskolája című könyvét, és egy-két érdekes gondolat. A boldogság meg egyáltalán nem is tartozik a létezés céljai közé, írja Rilke, tőle idézi. És azt mondja, hogy mást ért a gazdag, ha azt mondja élet, és mást ért a szegény is, az ő értelemben azt jelenti az, ami van. Ennyi a boldogsága, az az élete. Azt mondja, hogy a szegény gazdag soha nem olyan szegény, mint a jómódú szegény, amit a gazdagok nem tudnak, hogy szegénynek lenni annyi, mint kínaiak lenni, megmásíthatatlan. És csak még egy mondat, azt mondja Márai a gyakorló szegényekről, akik a valóságban éppen olyan szegények, mint a jeges medve a lapföldön, csak sokkal több kötelezettséggel azok. Na most ezt azért írtam csak ki magamnak idézve, mert
hogy lehet hogy mondja el azt, aki a falunkban egy egyen szegénységben élt, mint ahogy mi családunk is így élt. Hogy mondjam ki azt, hogy én akkor is szerettem élni, mert szegények voltunk. Nem azért szeret az ember élni, mert szegény vagy gazdag. A gazdag is megszenvedi az életét, vagy előbb, vagy a végén, vagy közben. Ramszesz se tudott megbirkózni a lehetetlennel. Ő is meghalt, de közben szobrokba faragtatta magát. A akkori világ leggazdagabbja volt, ha így vesszük. De az, aki pillanatnyilag boldog, mondjuk épp minap láttam Djokovicot, milyen boldog volt, hogy 23. Grand Slamnét nyerte a Rüd ellen, de nem hiszem, hogy a Rüd boldogtalan volt. Tehát az adottság az, eldönthet mindent, hogy képes vagyok-e boldognak lenni. És ha azt veszük alapul, hogy a legrosszabb élet, a legrohadtabb állapot is jobb annál, mint egy jó halál, akkor ebben mindent helyre tettünk. Nincs olyan szegény, remélem, aki úgy élné meg, hogy boldogtalan azért, mert szegény. Épp a szegedi műsoron vittem be Ábrám Laci barátomat a terembe, mert ott állt a 71 ezer forint nyugdíjával, és nem értettem, hogy elköszön az előadás előtt, hogy ő megy haza, és mondom, nem ülsz be? Azt mondja, András, vegetálunk, nem bírom megvenni a jegyet, mondom, és azt hiszed, hogy elengedlek? És ültettem be. És ő ezt nemes gesztusként értékelte, én meg a legtermészetesebb dolognak. Ketten lettünk egyszerre boldogok. Csak ugye, amikor azt mondod, nem vitatkoznék, de ugye azt mondjuk, hogy a legrosszabb, legnyomorultabb élet is jobb, mint egy jó halál, hogy szerintem addig, amíg valamis fajta élethelyzetben pontosan nem tudunk megmerítkezni, és nem tudjuk, hogy annak a nyomorúsága, ez bármiből fakadhat, milyen, addig szerintem egy másik ember ezt nehezen mondhatja ki, nem? Tehát addig, amíg mi nem tudjuk annak az osztály részét, annak a szenvedésnek, és ez nem csak a szegénységből fakadhat, rengeteg mindenből sajnos. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy az öngyilkosság feltétlenül egy jó dolog, sőt, de valószínűleg van a szenvedésnek egy olyan foka, amikor már a halál is jobb, nem? Azt meg kell érteni, amikor a halálos betegen fekvő, mindent megszenvedő, utolsókat kínlódó ember azt kéri, hogy ő szeretné, hogyha elaltatnák. Ha ezt nem tudja valaki megérteni, mindegy, hogy törvény ide, törvény oda, az egyszerűen buta. Meg kell érteni. De hogy az élet mennyire forgandó, egy rövid példát mondok, igyekszem röviden elmondani, egy kínai filmet láttam valahol, nem tudom a címét. A lényege az volt, hogy van egy ilyen dobozzal, bábos dobozzal járó pali, aki mindenütt bábozik, és ebből él. És leülnek egy szerencsejátékot, ilyen hazárjátékot játszani egy gazdaggal. Mindenét elnyer, végül a házát is. Közjegyző, átíratják, ő beköltözik, és átadja ezt a dobozt, hogy mostantól menj bábozz, próbálj megélni. És ő a gyerekkel, az asszonya elmegy. Jön a kulturális forradalom, épp ott sétál még mindig Sóvárokban a háza után. A saját egykori háza után. Az egykori háza után, és akkor látja, hogy jönnek ezek a kulturális forradalmárok, és vezetik ki a hajdani bábost, mostani gazdagot a házból, és az utcán főbe lövik. És akkor gondol arra, hogy ez lettem volna én. Ha én nem vesztek ott, akkor én most veszítettem volna az életemet. És ezelőttem egy örök példa marad, hogy nem kell úgy megélni a mindenfajta pillanatnyilag rossznak tűnő dolgot, hogy ez a legrosszabb. Ezért mondom ezt mindig, egy jó mondásom maradt, hogy ha utazol és nem tévedsz el, nem lesz miről mesélned. Ez jó. Ez meg kell, hogy maradjon, mert itt is a történetnek valahol ez a lényege, hogy ha ez nem történik meg, akkor nincs miről mesélni. Tehát nagyon fontos, hogy azokat a pici történéseket jól rögzítsük magunkban, és attól kezdve annak a szellemében gondolkodjunk az életről. Igen, de mi az a látószög vagy lencse, hogy amikor az ember ezt nem tudja így szükségképpen, törvényszerűen felfogni, hogy hű de nagy szerencse érheti majd mondjuk 3 év múlva ennek köszönhetően, és tocsog
ennek uszájában, a szenvedés uszájában, akkor mi az a látószög vagy perspektíva, ami tud rajta nyitni egy másfajta horizontot, egy ilyen szerencsésebb, üdvösebb, örömtelibb horizontot? Én azt hiszem, hogy ilyenkor jön az, amit sokan elmondtak neked is, azt hiszem művészek, hogy a tehetség meg a szerencse mindenféleképp kell a pályához, de az élethez is kell. Tehát az, aki a legnyomorúságosabban él, valami olyan reményben is élhet, vagy kell, hogy éljen, mert másképp elbukik, hogy egyszer jobbra fordul az én sorom. Fog változni. A legjobb példa a Gettó milliómos film, amit biztos, hogy te ismersz, sokan ismerik. Zseniális a dolog, hogy a szerencse azt hozhatja, hogy az a tekervényes, varga betűket teli élet engem erre, meg arra, meg amarra megtanított, és most itt kamatoztatom, beteljesült az, amire senki nem gondolt. Igen, de ehhez szerintem három lépés feltétlen szükséges. Az egyik, hogy mi felfedezzük és felismerjük azt, hogy most a sors kínált nekünk egy lehetőséget. Legyen bátorságunk azzal a lehetőséggel élni, a harmadik pedig felkészültek legyünk akkor abban a pillanatban ezzel élni és a saját jogunkra fordítani. Ha háromból akár csak egy attribútum vagy készség hiányzik, akkor az már nem szerencse, az egy esély. Igen, na itt jön elő az, amit én mostanában elmondtam, hogy nem humorista akarok én lenni, meg nem az vagyok, hanem népművelő. Csak a humor az egyik forma, amivel kifejezem magam, és éppen ezért azokat, akikben ez a képesség nincs meg, de nyitottak arra, amit én mondok, azokat én idézelben művelni szeretném, tudást átadni, megtanítani valamire, azokat, akik nyitottak. Ugye, amikor a hajléktalanokkal voltam, azt mondtam, hogy ha a fuldokló nem nyújtja a kezét, nem kapaszkodik, akkor én nem tudom őt kisegíteni, kihúzni a vízből. Ez a fajta képesség viszont szerintem mindenkiben megvan. Aki a kezét nem nyújtja, az pedig már lemondott. Avval nem tudunk mit kezdeni. Tehát nem tudjuk se megtanítani, se kihúzni a bajból, sőt, talán segíteni tudjuk, ha azt látjuk, hogy most akar vízbe ugrani a hídról, vagy leugrani a Szabadság híd tetejéről, hogy akkor valamit tenni. De a saját akarata hiányzik, akkor minden kevés. Hinni kell abban, hogy szegényen is még viheted valamire, és itt nagyon sokan átélik bizony azt, hogy talán van kiút. Ha csak Buddhából indulunk ki, aki kiment a szegények közé, és túl szegényítette magát, mondjuk így, akkor visszakapaszkodott az arany középútra, és az a szint az, amit talán jó megélni, hogy nem a gazdagsága fontos, nem a szegénység a legrosszabb. Találd meg azt a közös pontot, ami a kettő, vagy jó pontot, ami a kettő között van. Te voltál már úgy, hogy nem nagyon akaródzott nyújtani azt a kezet, hogy segítsenek rajtad, mert annyira kilátástalannak láttál valamit? Volt. Hosszasan segítettem Kati húgomon, aki végül öngyilkos lett. Úgy ment el, hogy már idegileg kikészült, én folyamatosan segítettem, nem kölcsönadott pénzzel, hanem albérletet kifizettem neki, folyamatosan pénzt adtam. Csak az a helyzet, hogy amikor valaki sodródik lefelé, görög lefelé a hegyről, még nem is csak a csúcson volt, arra ráteszel egy súlyt, még gyorsabban pörög lefelé. És a kölcsönadott pénz az mindig egy súly. Megterhelem vele. És egy idő után azt mondtam, hogy Kati, nem tudom tovább csinálni, nekem is van családi életem. De annak felelősségével mondtad ezt, hogy tudtad, hogy lehet, hogy ez egy utolsó lépés? Azt nem is gondoltam, hogy öngyilkos lesz. Nem. Nem, ő mindig küzdött és akart, és valahogy lehet, hogy idegileg egy rossz pillanatában hangulatba került, úgy alakult az élete. De mit látott ő kilátástalannak az életébe? Azt, hogy nem jut előrébb. Anyagilag? Anyagilag, ezáltal emberileg se. Ő annak idején bement egy csapdába, ami véletlen jött, hogy Ukrajnából úgy jöttek ide annak idején magyarok, hogyha itt megházasodtak, itt maradhatnak. És így jött össze az első férjével. Utána szétváltak, mert minősíthetetlen életük volt együtt, a lánya ebből a házasságból megmaradt, és később ebből csak lefelé csúszás lett, de egy folyamatos olyan, mint a sítalpon élte volna le az életét. Ha akkor te tudod
azt, hogy neki nagyon rossz gondolata is vannak. A démonok elárasztották a fejét. És lett volna lehetőséged egy-két percig érvelni amellett, hogy ezt ne csinálja. Mert az élet jó, mert élni érdemes. Akkor mit mondtál volna neki? Ha azelőtt, hogy ő ezt elkövette, tudtunk volna beszélni, hát ő Szegeden ért, én Orfűn, és mellette tudtam volna lenni, mint ahogy nem tudtam, akkor mindenféleképpen nem csak leültem volna vele, hanem kisegítettem volna, mert azt az utolsó, még adható terhet csak rápakolom, hogy tudja azt, hogy még pénzt is adok inkább neki, mert az életet, ahogy mondtam, nem szabad eldobni, a legrosszabb is jobb, mint egy jónak mondott halál. Tudtál volna hosszan érvelni az élet szépsége, az élni akarás és az élet mindenek felettisége mellett? Azt hiszem úgy lehetett volna, hogyha akkor eljön hozzánk Orfűre, ott marad egy-két hétre, kimegyünk vele a tópartra, horgászunk egyet, ülj le mellém, Kati, és dumálunk, fölelevenítettük volna az ő gyerekkorát, az együtt töltött gyerekkort, én hordtam őket az oviba deszken, öcsém előtte született 56-ban, ő 57-ben, és 10 évesen mindent én csináltam, mert anyukám reggeltől estig melózott, sőt úgy, hogy reggel 6-tól 10-ig bölcsödében, begyújtás, takarítás, este 6-tól 10-ig bölcsőde, sokszor én főztem, én vittem őket, én készítettem muzsit, stb. És ezeket föl lehetett volna eleveníteni, tehát akkor, hogyha van miről emlékezni, és ő ráadásul szeretett engem, a humoromat és minden, és tényleg csodálom most, hogy beszélünk, hogy miért nem fordult akkor hozzám. Lehet, hogy pont attól félt, hogy én rábeszélem arra, hogy élni jó, amiről beszélünk. Hát, ha már említetted ezt a számomra emlékezetes példát a báb művésszel, igen, hogy van a Charlie Wilson háborújában egy nagyon jó anekdóta, azt hiszem, hogy Tom Hanks és Philip Seymour Hoffman között játszódik le. Elmeséli az egyik a másiknak, hogy egy kis faluban egy fiúcska kap egy lovat. És mindenki azt mondja, hogy ő a kiválasztott. Ő a szerencsés. Senkinek nincs lova, csak neki. Mire azt mondja, az emmester, meglátjuk. Nem sokkal később ez a ló leveti ezt a fiút magáról, és le kell vágni a lábát. Az egész falu azt mondja, hogy ő a legszerencsétlenebb fiú mindközül. Mire azt mondja az emmester, meglátjuk. Kitör a háború, mindenkit elvisznek katonának. Egyelül őt nem hisz, testi fogyatékos. Azt mondják, ő a szerencsés, azt mondja az emmester, meglátjuk. Szóval, hogy a rosszból milyen jó következik, és a jobból aztán milyen tragédia is tud kisülni, az szinte beláthatatlan és végtelen esetleges. Nézd, rövid választ mondok rá, milyen szép ez a történet, és mennyire igazságos, meg igaz, hogy a múltkor, mikor a Prórbe-díjra, átvételére, díjátadóra mentünk családostul, úgy ki volt számítva az időnk, és gondolkodtam rajta, hogy kivárjuk-e a Dome Hotelt, még odaérünk, és akkor álljak meg egy pisilésre, vagy előtte. És akkor megálltunk egy ilyen erdei bejáratnál, és 5 percet töltöttünk így el ott állva, bementem vissza, és haladtunk tovább, és Bordánynál az elágazásban volt egy baleset, egy fejreállt autó, amely körülbelül 5 perccel előttünk állt fejre. Tehát mi valószínű elkerültünk egy olyan balesetet, ennek köszönhetően, amiről azt gondoltuk, hogy ártani fog az odaérkezésünknek, és nem tudjuk tényleg, hogy ott, akkor, abban a pillanatban mi történik. Volt úgy, hogy mentem a Balaton felé, és az előttem lévő 3. kocsi szemből kapott egy átcsapódó autót, ott utóbb tudtuk meg, hogy már a túloldalt megálltak, mondták, hogy ez a pár oda végig vitatkozott a kocsiban, és valószínű elcsapták a kormányt, átrepültek a korláton, és az előttünk lévő 3. kocsit totál telébe kapták. Meg is halt az az ember. Nem tudjuk, hogy jó-e az, hogy éppen késve vagyunk, vagy jó-e az, hogy már túlszaladtunk rajta, vagy éppen beleérkezünk. Ez a fél láb, ez pedig azt hiszem egyszeri történet, de nagyon sokakkal megeshetett már hasonló, hogy először a legrosszabbnak ítéled meg, ami történt veled, és 5 percben rájössz, hogy ennél jobb nem történhetett volna. Hát akkor maradjunk ebben. Örülök, hogy láttunk, örülök, hogy hallottunk. Legyen sokáig dolgod. Köszönöm, és azt kívánom mindenkinek, hogy amikor 76 évig eljut,
ugyanígy legyen tele ambícióval, legyen sok öröme. Nagybandó András után következzék egy szinte csodaszámba menő gyógyulás története. Enspach Gábor a magyar művészeti élet meghatározó alakja. Nevéhez fűződik például a belvárosi aukciós ház alapítása. Ő a Magyar Műtárgy és Régiség Kereskedők Országos Szövetségének elnöke. 5 évvel ezelőtt hasnyálmirigy rákot diagnosztizáltak nála. A megrázó hír nem letaglózta őt, sokkal inkább megerősítette. A kezdeti 1%-os túlélési esélyből szép lassan 40-50% lett. Szerinted túlzás azt mondani, hogy mondjuk 2018-ig, a betegségedig, te olyan, hogy szokták ezt mondani, hogy milyen típusú ember voltál, akinek úgy minden sikerült, akinek úgy bejött az élet? Lehet mondani, de mindenért megdolgoztam mindig, tehát hogy ajándékba soha nem kaptam semmit. De egy sikeres ember voltál. Sikeres ember voltam, igen. Boldog is? Azt gondoltam, igen, hogy nagyon boldog vagyok. Volt egy ilyen sorozata egy művésznek, egy, azt hiszem, hogy porcelánokat csinált, és hogy feliratok voltak rajta. És az egyiken volt egy olyan felirat, hogy olyan boldog voltam, hogy nem is vettem észre, hogy nem vagyok boldog. És ez valahogy hozzám került, szerintem meg is van. Olyan boldog voltam, igen, hogy nem vettem észre, hogy nem vagyok boldog. Nem is vettem észre, hogy nem vagyok boldog. Valahogy így volt az idézet, igen. És ez rá jellemző volt? És valahogy én azt gondolom, hogy utólag visszanézve, igen, igen. De ez mit jelent pontosan a te életedre lefordítva? Hát az, hogy nem feltétlenül éltem meg tudatosan a dolgokat, nem feltétlenül éltem meg tudatosan az életemet, hogyha úgy tetszik. És ezt innen visszanézve sokkal jobban látom, mint amikor benne voltam. Tehát, hogyha összehasonlítom a mostani életemet, vagy a betegség utáni életemet a betegség előtti élettel, akkor látom a különbségeket, akkor látom a differenciákat. Bármilyen jelzést kaptál eladdig e tekintetben, hogy ez így van? Vagy ha nincs az a betegség, te soha nem jössz rá? Valószínűleg nem jövök rá, és lehet, hogy pont a betegség kellett ahhoz, hogy változtassam. Te hiszel ebben? Hogy a betegség kellett? Hogy kell. Hát a betegségről vannak teóriáim, és hogy kellett a betegség nekem nagyon sok mindenhez. Kellett ahhoz például, hogy hosszú ideig éljek, vagy hogy tudatosan éljek. Tehát, hogy anyukám ugyanebben a betegségben halt meg, én végigcsináltam vele azt a 9 hónapot, ami neki a diagnózistól volt, vagy amit kapott a diagnózis után, és hogy nekem akkor belement a fejembe, nem kismértékben az anyuorvosának köszönhetően, hogy egyszer majd dolgom lesz ezzel a betegséggel. És azt vettem észre, amikor diagnózisom volt, hogy én készültem erre, és ha nem is volt kész stratégiám, hogy hogyan lehet ezen túl lenni, vagy hogyan lehet ezt túlélni, de tudtam mit kezdeni vele, tudtam rögtön viszonyulni hozzá. De miért gondoltad, hogy neked ezzel dolgod lesz? Hát egyrészt, mert van egy genetikai örökletesség, amit feltételezni lehetett anyu betegsége után, az ő bátyja is nem sokkal később ugyanebben a betegségben, hasnyálmirigyrákban halt meg, és valamiért, ahogy a psziché működik, vagy ahogy a tudatalatti működik, ez elkezdett bennem dolgozni, és nyilván volt valamilyen belső érzés, amitől én erre fogékony voltam. Nem gondolom, hogy én állítottam magamnak elő ezt a betegséget, de hogy attól kezdve elkezdtem ezzel foglalkozni, én emlékszem arra a percre, amikor ott ültünk Bodoki professzornak a rendelőjében testvéremmel, meg édesanyámmal, és mondta nekünk, hogy ezért lehet, hogy nekünk is dolgunk lesz még ezzel a betegséggel. Ilyenkor nagyon megijed az ember? Nem, egyáltalán nem ijedtem meg ettől, nem. Igazából, amikor a diagnózist megkaptam, emlékszem, nem néztem meg a leletet, azért lehetett nagyjából sejteni, hogy mi lesz rajta, hiszen akkor már túl voltam előzetes vizsgálatokon. Átmentem a Heinpából, ott csinálták a CT-vizsgálatot, ott adták ki a leletet, átmentem a László kórháznak a parkolójába, ott megálltam a kórházépület előtt, elolvastam, kibögtem magam, és már úgy mentem fel az orvoshoz, hogy akkor nézzük meg, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és hogyan lehet ezen túl lenni. Képügyben voltam egyébként a professzornál, és mondtam, hogy ez nekem itt most szúr néha, és hogy megnézni, és akkor megtapogattam. Ez a borda alatti. Ez egy borda alatti fájdalom volt, ami nem feltétlenül tünete ráknak, vagy nem feltétlenül tünete hasnyálmirigy ráknak, és akkor megtapogatott, mondta, hogy semmi bajom, csináljunk azért egy vérvizsgálatot, és aztán délután telefonált, hogy azonnal menjek CT-re és biopsziára. Akkor már sejtetted, hogy baj van?
Hát nagyon magas volt a tumormarker, úgyhogy azt lehetett gondolni, hogy az nem normális. Amikor még nem volt diagnózisom, és mentem be a kórházba képeket cserélni vagy válogatni, akkor volt valamiféle felsőbbségtudatom a betegekkel szembe. Tehát úgy mentem át a kórházon mindig, vagy a folyosókon, nem néztem se jobbra, se balra, mint hogyha semmiféle közösségem nem lenne ezekkel az emberekkel. Tehát ez érinthetetlenségből fakadt, vagy a státuszodból? Ez egyikből sem, ez inkább védekezés szerintem, inkább védekezés távol volt. Tartom magam. Igen. És ez is csak akkor tudatosult bennem, amikor már kontrollokra vagy kezelésre jártam vissza a kórházba, hogy mennyire más állapot, amikor az ember egészségesen, vagy az egészségének a tudatában megy be egy kórházba, hogy mennyivel másabb visszamenni úgy, hogyha a kezelés alatt állok. De hogy ez nyilván lelki alkat is, tehát az én testvéremnek ez soha nem volt probléma, ő ugyanúgy végigcsinált ezt az időszakot anyuval, és az én diagnózisom után csináltatunk neki is egy genetikai vizsgálatot, neki nincs is az a fajta génmutációja, ami hajlamossá tehetné erre a betegségre. De teljesen más lelki alkat, teljesen más, hogy viszonyul az élethez, és ami szerintem még fontosabb, teljesen más, hogy viszonyul a stresszhez. Tehát a stressz az azt gondolom, hogy kulcs fontosságú a daganatos betegség kialakulásában. Te hogy viszonyultál, vagy viszonyulsz? Gondolom ez megváltozott azért a betegség következtében. Próbálok változtatni. És rajta. A testvéred hogy viszonyul? Én igyekeztem mindent magamban tartani, ma már próbálom kiadni a feszültségeket magamból, de mindent elfojtottam, és mindent belül tartottam. Ez konfliktus kerülés volt? Ez konfliktus kerülés is volt, ez az nyilván, ahogy én szocializálódtam, vagy az alapkarakterem, ahogy ezt engedte. Várj, de azért a vezető magas beosztásba dolgoztál. Azért ott gondolom, történtek érdeksérelmek, megállapodások, azért ez egy nagy felelősséggel járó életpálya, nekem legalábbis azért úgy tűnik. Ott azért óhatatlanul előfordultak, vagy előfordulhattak konfliktusok? Konfliktusok voltak, mindig kevés emberrel dolgoztam, tehát soha nem dolgoztam sok emberrel, ilyen formában vezetője nagyon kevés embernek voltam, és amikor pedig másokkal dolgoztam, akkor jellemzően partneri volt a viszony. De a partneri viszonyokban is a feszültségeket inkább lenyeltem, mint sem kibeszéltem, vagy erővel kiadtam volna magamból. Főleg a folyamatos stresszben való élés, és nekem voltak az azt megelőző időszakomban nagy konfliktusaim, például válás, és voltak olyan munkahelyi konfliktusok is, amiket én nem tudtam kezelni, olyan körülmények, amiket nem tudtam egyszerűen megoldani. Ezek nyilván közre játszottak. Egy folyamatos stressz helyzet az gyengíti az immunrendszert, az egész biztos, és hogyha az immunrendszer gyenge, akkor ott támad a betegség, bármilyen betegség, ahol a leggyengébb a szervezet. Én elváltam az első feleségemtől korábban, megházasodtam újra jó néhány évvel később, és amikor annak a házasságnak vége lett, május-júniusban, azután kaptam júliusban a diagnózist. De ez egy hosszabban kialakuló karcióma, ami nekem volt, tehát nyilván nem ennek a következménye volt a betegség megjelenése, talán felgyorsította a folyamatot. Ami egyébként megint csak egy nagyon szerencsés dolog az én esetemben, mert hogyha nem gyorsul fel akkor, és én nem megyek el időben orvoshoz, akkor lehet, hogy akkor jutok már csak el, amikor áttétek vannak, akkor viszont már sokkal nehezebb meggyógyulni. Az ember belekerül egy ilyen zuhanórepülésbe, magánéletileg is nagyon megroncsolja őt az élet. Igen. És történik egészségügyileg is egy ilyen borzasztó Igen. történés. Akkor fölnéz az égre, és mit mond? Hát nekem annak a párkapcsolatnak a vége az nagyon nehéz volt lelkileg, akkor tényleg padlón voltam, úgy éreztem. Ott bocsánat, te voltál a kezdeményező? Nem, én voltam a kezdeményező. Uh-huh. És arra körülbelül 2 hónapra kaptam a diagnózist. De hogy igazából azt is úgy fogtam fel, hogy ez egy, tehát 2 dolog nem tud egyszerre annyira fájni. És hogy... Tényleg? Tehát ez nem megsokszorozódik? Nem megsokszorozódik, hanem egész egyszerűen én elkezdtem egy dologra fókuszálni, mégpedig a párkapcsolatnak a rendbetételére, és ez valahogy segített a betegség feldolgozásában. És akkor párhuzamosan, ahogy haladtam előre a betegség kezelésével, hogyha úgy tetszik, úgy haladtam előre a párkapcsolat magamból való kidolgozásával is. Tettem még kísérleteket, de hogy... Már a békülésre?
Hát nem vesztünk össze, tehát nem békülésről kellett beszélni, hanem arra, hogy azt helyreállítsam, vagy rendbe hozzam, de a kettő együtt egy nagyon-nagyon-nagyon jó és egymást erősítő folyamat volt, aminek a végén az utolsó kemoterápia után pedig egy fantasztikus új párkapcsolatban találtam magam, ami ma is tart. Na mindjárt eljutunk oda is. Igen. De most ott vagyunk, hogy ülsz a parkolóban. Igen. Tudod a hírt. Igen. Sírsz egy nagyot, és visszamész az orvoshoz. A kettő közt mi játszódott le benned? Tehát még becsukod a kocsi ajtaját, és kinyitod az ajtót az orvosnál. Viszonylag rövid az út, és hogy üres fejjel mentem fel, tehát akkor próbáltam erőt meríteni saját magamból. Első emeleten volt az orvos, nem az én orvosom volt, mert ő szabadságon volt, hanem az osztályos orvos, szintén egy kitűnő szakember, és elkezdtem vele beszélgetni erről, hogy mi áll előttem. Nem mondom, hogy biztatott. Mit mondott? Realitásokat. Realitásokat. Tulajdonképpen abban a helyzetben az volt az egyetlen kapaszkodó és az egyetlen kiinduló pont, hogy el kell jutni abba az állapotba, hogy operálhatóvá váljak. Én nem voltam operálható akkor, és ha operálható leszek kemoterápia következtében vagy hatására, akkor lesz esélyem a végleges gyógyulásra. És mivel azt mondta, hogy akkor lesz esélye, most teljesen mindegy, hogy az 1%, 2% vagy 3%, de azt mondta, hogy lesz esélyem, és akkor én ebből csak az esélyt hallottam meg, és hogyha van esély, akkor azzal élni kell. Ugye a te állapotodban statisztikailag az 5 éves túlélési arány 1% volt akkor. Hát akkor, hogyha nem operálható valaki, akkor rendkívül alacsony. Igen, de az egy százalékban benne van a 90 éves beteg is, benne van az más krónikus betegségekkel küzdő. Tehát ez az én tudatom, és szándékosan kerülöm azt, hogy az ember tudata, próbálok mindent magamra vonatkoztatni azóta. Tehát az én tudatom abba az 1%-ba, 2%-ba, 3%-ba bele tudott kapaszkodni. Tehát, hogy miért ne én legyek az 1, 2 vagy 3. Ez milyen érdekes. Szerintem az emberek igen jelentős része, ha még kap egy olyan diagnózist is, amelyben mondjuk 15-20%-nyi reménnyel kecsegtetik, ismerek ilyen embereket, hát a kis ujját levágja, olyan biztos benne, uh-huh. hogy ő biztosan nem lesz a 20 uh-huh. között. Hisz hát csekély. Uh-huh. Te az 1%-nál vélelmezted azt, hogy ezt te lehetsz, vagy te leszel. Hát mondhatnám erre, hogy szeretett anyukám gyerekkoromban, vagy nagy érzelmi támogatást kaptam mindig a szüleimtől. Nyilván kell ehhez egyfajta szocializálódás, vagy egyfajta lelki alkat, de igen, nekem az 1% az nagyon biztató volt. Az nagyon biztató? Hát biztató volt. Tehát ahhoz képest, tehát anyunak nem mondtak ilyet az orvosok annak idején. Tehát ez egy más helyzet volt. Nyilván el kellett jutni oda, hogy operálhatóvá váljak, de meg volt arra az esély, hogy operálható legyek. Van két fantasztikus gyerekem, akik ott voltak mellettem a kezdetektől kezdve. Az első feleségem, a gyerekeim anyja azonnal mellém állt, és például ő termesztette nekem a búzafüvet, amit én minden reggel rituálisan ledaráltam és megittam, és volt egy fantasztikus baráti közösség körülöttem, amelyik mint egy háló megtartott engem, hogy ne tudjak földre kerülni teljesen. Ez rajtuk vagy rajtad múlott? Általában ilyen esetekben, én legalábbis azt tapasztaltam, személyre alakul ki a környezetben. Nem merik megkérdezni, nem mernek közeledni. Vagy úgy csinálnak, mintha semmi nem lenne. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy az érintett hogyan reagál. Ez így van. Én abban sok energiát fektettem, hogy tudjanak hozzám viszonyulni azok is, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Tehát Magyarországon a rák azért stigmatizál, és hogy nagyon ebben a betegségben tapasztaltnak családi vonatkozásban, vagy pedig érzelmileg nagyon intelligensnek kell lenni, hogy valaki jól tudjon viszonyítani más daganatos beteghez, még ha legyen az a barátja, vagy a legjobb barátja is. Én annyi erőt és energiát sugároztam így utólag visszanézve, és az ő elmondásuk alapján is, és ez érvényes a barátaimra is, hogy nem volt kérdés előttük, hogy én meg fogok gyógyulni, tehát nem volt kétségbeesés sem a szemükben, és sem a viselkedésükben utána. Azt mondod, hogy annyi erőt sugároztál. Igen. Ott általában két típust különböztetek én meg. Az egyik, aki talán saját magát is öngerjesztő módon próbálja ezzel hergelni,
ha úgy tetszik, mert nem akarja magát gyengének mutatni, még maga előtt sem, míg a másik típus, aki tényleg elhiszi kételymentesen, hogy ezt én meg fogom csinálni. Így utólag te melyik csoportba sorolod magad? Voltak ebben hullámok, és amikor nem hittem el esetleg magamban, mert hogy voltak mélypontok, hogy én ezen túl leszek, akkor is tudtam erőt sugározni. Tehát annyi tartalékom mindig volt, hogy amikor én magamban bizonytalanság volt, akkor is kifele tudtam mutatni. És ez egyébként tényleg egy öngerjesztő folyamat. Ez ugyanolyan öngerjesztő folyamat, mint hogy rendszeresen elmentem a konditerembe, és néztem magam a tükörben, ahogy ott állok a futógépen. És azt láttam, hogy ott egy erős ember küzd az emelkedővel, és mászik felfele. Tehát ez biztos, hogy visszahat a tudatalattira, és hogyha a tudatalatti meg akar gyógyulni, akkor meg mozgatja az immunrendszert hozzá. De az orvosi tankönyv az úgy néz ki, amit felütöttem először, hogy az egy amerikai könyv volt. Amerikában 40 ezer ember betegszik meg hasnyálmirigyrákban, gyakorlatilag mindegyik meghal. Tehát ez volt így leírva szó szerint a könyvben. Ezt azért átlapoztam én is, tehát hogy azért nem annyira jó ezzel szembesülni. De utána ott vannak az ábrák, hogy hogy néz ki egy egészséges hasnyálmirigy, és hogy néz ki egy daganatos hasnyálmirigy. És amikor az ember elkezdi vizualizálni, és elkezdi a daganatot lebontani magában, ez lehet, hogy így furcsán hangzik, de orvosi dolgokról beszélek, és látja azt is, hogy hogyan kellene kinézni annak a szervnek, amikor egészséges, az gondolnám, hogy sokat segít a gyógyulásban. De persze, mivel anyut végigláttam, és sok beteget láttam a kórházban, amikor bent voltam, jártam folyamatosan kezelésekre, és láttam különböző stációkat, és láttam halál közeli állapotokat is, és jártam többször a hospice-ban is. Tehát, hogy nyilván ez is végigfutott bennem, de nem éreztem soha, hogy ez valóságos alternatíva lenne. Ugye te mindent betartottál, amit az orvosok mondtak, életmódváltást hajtottál végre, már említetted a búzafűvet, egy csomó mindent az életedben megpróbáltál megváltoztatni. De oly mértékben tudtál ironikus, vagy nem is tudom, mi a jó szó lenni, hogy még tumorbúcsúztató bulit is tartottál. Ezt jól tudom? Igen, csináltam a barátaimnak az operáció előtt. Az már egy kicsit könnyebb helyzet volt, tehát nekem a negyedik kemoterápia után azt mutatta a CT, hogy jól reagálok a kezelésre, és a következő CT-ok után, vagy a következő kemoterápiák után pedig megnyílt a lehetőség az operációra. És az operáció előtt összehívtam a barátaimat az akkori galériámba, és szerettem volna megköszönni nekik, hogy végig velem voltak. Úgy terveztem egyébként, hogy a pszichológusommal beszélgetek, de ő végül is nem vállalta el, és akkor én stand-upoltam, és a végén lehetett kérdezni még tőlem. Ez miért volt fontos, hogy ők is kérdezhessenek? Hát mert nyilván egy csomó, ez egy szokatlan dolog, és hogy akartam, hogy viszonyuljanak valahogy ehhez. Én szerettem volna megköszönni, sok bort ittunk egyébként, tehát egy szép este volt kifejezetten, talán még tánc is volt a végén. Itt tulajdonképpen ugye az történt, hogy a kemoterápiának és a kezeléseknek köszönhetően összezsugorodott annyira a daganat, hogy műthetővé vált, és akkor az érintett területeket ki tudták vágni. Igen, egy nagyon radikális műtétet csináltak. Tehát eltávolították a hasnyálmirigynek egy nagy részét, epehólyagot a környező területekről. Ez a te nagyon nagy területedet lépett. Bármennyire is megváltoztatta, vagy korlátozta? Nem, én teljes értékű életet élek, vagy igazából azt mondanám, hogy sokkal jobb formában vagyok, mint bármikor, fizikailag is, mentálisan is, pszichésen is. Hogy létezik? Hát egy-egy cukorbeteg lettem, mert hogy eltávolították a hasnyálmirigy nagy részét, de maradt valamennyi inzulin termelésem, amit ki kell egészíteni inzulinnal, illetve gyógyszerrel. De a cukorbetegség, hogyha odafigyel az ember, akkor az egy hosszú távon jól tolerálható és együtt élhető betegség. Más problémáim pedig nincsenek szerencsére. Szoktam hallgatni a beszélgetéseidet, és elhülök néha, hogy milyen megpróbáltatásokon mennek keresztül emberek. Ha így nézem, belerakva a két vállásomat, és még ezt a betegséget is, még akkor is kivételezett helyzetben érzem magam. Ez most komolyan mondom? Ezt komolyan mondom. Tehát igazából még a betegség alatt is, még a kemoterápia alatt is, amikor beszélgettem emberekkel, a végén azt kellett megállapítanom, hogy jobb állapotban vagyok majdnem mindenkinél.
De ez most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, és az állapot az nem csak a fizikai állapotot jelenti, hanem a mentális és pszichés egészséget is. És ha ezeket összeraktam magamban, akkor azt láttam, egyrészt borzasztó állapotban van a társadalom, most azt félre is lehet tenni, de hogy valamiért én mindig úgy néztem magamra, mint egy erős, egészséges emberre, és ezen a betegség sem tudott változtatni. Én úgy álltam ehhez a betegséghez, hogy ez egy élmény, tehát hogy ezt így összeraktam magamnak, hogy kevés nagy dolog történik, igazi nagy dolog történik velünk az életben, és hogy ez egy behatárolt időszak, és hogy azokat a dolgokat, amik negatívak, azokat is meg kell élnünk, és a lehető legintenzívebben kell megélnünk. És egy tudatosan megélt betegség, az nagyon sokat tud hozzáadni az élethez szerintem, ahhoz, amikor elmegyünk, hogyan nézünk vissza az életünkre, és nyilván felkészít arra is, hogy hogyan halljunk meg a végén, hogyha a végén halál van. De nekem az egyértelmű volt, hogy ezt tudatosan és intenzíven kell megélni ezt az időszakot. Intenzív alatt mit értesz? Minden, tehát hogy intenzív kapcsolatokkal, intenzíven a gyerekeimmel, intenzíven a barátaimmal. Teret adva a szenvedésnek is? Hát annak muszáj teret adni, tehát hogy a kemoterápia azért nem egy diadalmenet, abban van sok szenvedés, igen. Eleve egy nagy változás volt, hogy elkezdtem pszichológushoz járni, elkezdtem a saját hangomon hallani a saját problémáimat, hogy elkezdtem a barátaimmal beszélni, a gyerekeimmel beszélni a szenvedésemről, hogyha úgy tetszik, a csalódásaimról, elkezdtem kiengedni magamból a dolgokat. Azt, amit eladdig te elfojtottál, azt a betegség következtében elkezdted kvázi ventilálni. A nagy részét azt igen, azt kiadtam magamból, igen. Nagyon felszabadító volt? Felszabadító volt. Tulajdonképpen én azt éltem meg a betegség által, és aztán a gyógyulás által, hogy visszakaptam egy olyan szabadságot, ami soha nem volt meg nekem. Egy olyan helyzetbe kerültem, amikor azt kezdhettem az életemmel, amit akarok, vagy akkor akartam. De korábban milyen békjók tettek mindezek tekintetében téged keretek vagy korlátok közé? Békjó nem volt, hanem egy pálya volt, amin mentem előre, egy életpálya, amit nem annyira tudatosan irányítottam. És mindig azt gondoltam, hogy jó irányba mennek a dolgok, és jó irányba haladok én is. És most sem vagyok teljesen tudatos mindenben, és nagy teret engedek a véletlennek, hogyha úgy tetszik, de azért nagyon nagy változás van abban, ahogy én élem az életemet a betegség óta. Már mentálisan is gondolom. Mentálisan is, igen. Mikor hitted el, hogy ez neked sikerült? Legyőzted ezt a betegséget? A műtét utáni állapot az nagyon sokat erősített rajtam nyilvánvalóan. Nagyon sokat jelentett, amikor az első CT azt mutatta, hogy reagálok a kezelésre, és hogy zsugorodik a daganat, és lehet esély a műtétre. És nyilván az utolsó kemoterápiát, amikor az utolsó vasárnap reggel azt rituálisan én húztam ki a karomból, legalábbis úgy emlékszem, hogy meg kell kérdezni a nővéreket, hogy így volt-e, az meg teljesen egy új élet kezdete volt. Képletesen is, meg valóságosan is. És ennek nyomán, vagy ez időtájt beköszöntött a szerelem is az életedben. Igen. Tehát, hogy vasárnap volt az utolsó kezelés, és csütörtökön volt az első randevó, akkor már intenzíven SMS-eztünk egymásnak, előtte találkoztunk március 1-én, és aztán március 27-én volt az első randevó. Korábban a betegséget addigi szakaszában azért nem voltál olyan állapotban mentálisan, hogy például egy új párkapcsolatba belekezik, gondolom én. Kellett ez a fajta szakrális búcsú a betegségtől is, nem? Én próbáltam kapcsolatokat építeni, tehát hogy azért az még bennem is kételyeket ébresztett, hogy mondjuk amikor túl leszek ezen a betegségen, és azt mondom egy lánynak, hogy egyébként pedig hasnyálmirigykon volt, akkor melyik irányba fog elszaladni. Volt olyan, aki megrettent mindettől? Nem volt. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kevés lányal randevúztam abban az időszakban, de 2019 elején már voltak randevúim, most, hogy nem rettentek meg egyáltalán.
pedig nyilvánvalóan nem voltam olyan fizikai állapotban a kemoterápia végén, mint amilyen állapotban most vagyok. Párodat te már korábban ismerted, ugye? Tehát... Találkoztunk már, igen. Ő egy, nevét nem, kimondhatjuk a nevét? Nem mondjuk ki, ha nem akarod, de egy ismert modell volt a 90-es években. Igen, én nem ismertem akkor. Te nem igen, ismerted? Nem. Csapolai Barbarának hívják, igen. Uh-huh. Nem ismertem akkor. Benned volt-e bármilyes fajta félelem, félsz, gátlás, bizonytalanság, hogy rendben, épp most vagyok túl egy iszonytató betegségen, és most belekezdek valamibe, ami nekem jó, de hogy ez meddig tart? Hogy ez tuti-e? Hogy én ebben most úgy beleengedhetem-e magam? Érzelmileg is. Nem, nekem, hogyha a szerelem van, akkor az mindent visz, és hogy ez szerelem volt, és szerelem a mai napig is, úgyhogy nem voltak ilyen kételyek bennem. Egy fantasztikus lány, és hogy mindig rácsodálkozok azért, hogy milyen gyönyörű, és hogy milyen szerencsés vagyok, és a gyönyörűt azt nem csak megjelenésében éltem, hanem a személyiségére is értem, és ha lettek volna bennem kételyek, ő azt is egy pillanat alatt már a tekintetével eloszlatta volna. Tehát, hogy nem voltak ilyen fajta kételyek. És abban sem voltak kételyek, hogy mi nagyon sokáig leszünk együtt, és hogy én képes leszek hosszú ideig élni, és képes leszek őt boldoggá tenni. Azt mondtad az előinterjú során, hogy azért bármilyen kegyetlenül is hangzik, azért nem mindegy, hogy ki az ember partnere. Igen. Ő, anélkül, hogy nagyon itt belemennénk a múlt boncolgatásába, milyen fajta töbletet, vagy másfajta kölcsönhatást volt képes kiváltani belőled, mint mondjuk annak előtte más? Tehát olyan módon fordul felém, amit én még nem tapasztaltam. És mivel én is egy nagyon nehéz élethelyzetből jöttem a betegség után, és ő is egy nagyon nehéz élethelyzetből jött egy válás után, vagy egy válásnak a közepén, nem voltak közöttünk játszmák. Egyszerűen kitettük az egónkat ebből a kapcsolatból teljesen, és ez hihetetlen könnyűvé tette. És hogy nekem könnyű volt, nekem sokkal nehezebb volt egyébként, tehát hogy nekem ebben voltak, és vannak még hiányosságaim. Már miben? Az ego kitörésében? Igen, de hogy fantasztikus módon tudta ezt kezelni, és tudja a mai napig. Te képes voltál korábban versengeni, vagy méreckedni egóilag? Én még ebben a kapcsolatban is képes voltam, igen, és ezt nagyon szégyellem utólag, igen. Meggyógyulni egy ilyen betegségből, az hihetetlen erőt ad. Tehát, hogy viszonylag nehéz engem már megijeszteni, vagy viszonylag nehéz engem padlóra küldeni, azt gondolom. Tehát, hogy ezt túlélni, és főleg ilyen állapotban túlélni, ahogy mondtam neked, tényleg nagyon jól érzem magam a bőrömben, az egy kicsit olyan tudat, mint hogyha bármikor képes lennék a saját hajamnál fogva kirángatni magam bármilyen gödörből. Azért, amikor én belementem a betegségbe, és elkezdődött a kemoterápia, és azért küzdöttünk, hogy egyáltalán szét legyek trancsírozva, és el legyen távolítva egy csomó minden belőlem, ami egyébként nagyon fontos lenne, akkor, és ott voltam egy válásnak a közepén, és egy párkapcsolatnak a végén, akkor az egyáltalán nem látszódott, hogy pár hónap múlva én teljesen új emberként, egészségesen, egy fantasztikus szerelemben újra kezdem az életemet. Tehát, hogy olyan csodákra képes az élet, és akkora váltásokra, akár egyik pillanatról a másikra, sajnos negatív irányba is, de amikor a legrosszabb helyzetben vagyunk, és a legmélyebben vagyunk, akkor is kell tudni, és lehet hinni abban, hogy egy hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva egészen más dolgok történhetnek velünk. Egyébként én nekem ez volt a stratégiámnak az egyik része, hogy folyamatosan dobtam ki horgonyokat előre, rövid kötélen, félhosszú kötélen, hosszú kötélen, és mindig húztam magam a holnapokhoz, a következő héthez, a hónaphoz, de mindig volt egy hosszú távú látvány előttem, hogy én hol leszek két év múlva, hol leszek öt év múlva, hol leszek tíz év múlva. Mondjuk, hogy ennyire jól leszek, az nem volt előttem, de végül is így lett. És hol leszel 5-10 év múlva? Most láttad? Azt gondolom, hogy ezen az úton fogok tovább menni, amit most csinálok.
ezt a galériát fogjuk csinálni, mert hogy együtt csináljuk, amit most csinálunk, és hogy addig fogjuk csak tolni a határainkat, ameddig az fenntartható lesz, és ameddig az engedi, hogy utána még hosszabban éljünk. És hogy mondtad az elején, hogy annyira boldog voltam, hogy nem vettem észre, hogy nem vagyok boldog. Igen, ez így, igen. Igen. Most boldog vagy. Remélem, ez nem egy Woody Allen idő, vagy valami hasonló, de úgy emlékszem, hogy ez valamilyen képzőművészeti alkotásom volt. De most boldog vagy. Én boldog vagyok, igen. Igen. És most észrevennéd, ha nem lennél az. Észrevenném, igen. Sokkal tudatosabban figyelem magam, igen. Hát akkor maradj sokáig ilyen boldog és egészséges. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál. Szóval Nagy Bandó András és Enyspak Gábor után most elmegyünk egy kiadós nyári szünetre, hogy aztán valamikor szeptemberben immár egy új formátummal és a szavakon túllal térjünk vissza. Addig se felejtsék, de hisz tudják, élni jó.